csatolom. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Böndörös Csoportok éves bemutatkozó műsorán, mely a keresztségben a Kerek Istenfáj nevet kapta. Még mielőtt azt hinnék, hogy valami rút istenkáromlás hagyta el a számat, szeretném elmondani versben és prózában, hogy Kerek Istenfája szép 12 ága, szép 12 ágának 52 virága, 52 virágán 3 aranyalma, aki ezt kitalálja, hull az áldás arra. Eme valga mentén megőrzött találós ritmusa a világban teremtett rendről szól. Az esztendő a legkerekebb időegység, és a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg. A tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben és a téli nyugalomban. A kerek istenfája az esztendő, 12 ága a 12 hónap, 52 virága az 52 hét, a 3 aranyalma pedig 3 legnagyobb ünnepünket jelenti, a húsvétot, a pünkösdöt és a karácsonyt. Mi minden esztendőben még egy ünnepet teszünk hozzá a Böndörös Csoportok éves bemutató műsorát. Elsőként a legapróbbakat láthatták, akik gyermekjátékokat vezettek elő Süsfelnap címmel, Németh Csilla és Kész Ildikó vezetésével. Az idei kerekesztendő jó néhány eseménnyel színesítette napjainkat, melyek fejlesztették gyermekeink testét, lelkét és elméjét. Levélhullajtás idején a felnőttek az országos aranygyöngyös és aranysarkantyús versenyre mentek két párukkal, majd a bodzavirágzáskor a gyermekekkel utaztak az országos tanulmányi megmérettetése jelentős számú 9 szóló és páros produktummal. Most engedjék meg, hogy ebből egy csokorra valót bemutassunk. A most felsorakozó fiatalok között Múlt Ádám a második korcsoportban az ország második legjobb táncosa lett, és a zsűri különbíta részesítette. Donován Márton a harmadik korcsoportban lett az ország legjobb táncosa, és Orgondos Pitesi Donáli ügyel és zsűri eltáncolásáért szintén külön elismerésben részesült. Most nézzük azok sorát, kik színpadra lépnek. Elsőként Somogyi páros kanásztáncot és verbungot mutat Kirchboróka és Bakó Bence, Kugálman Panna és Polics Márkó, valamint Lugosi Fanni és Bakó Máté.
nagyon lassú és friss csárdást járt Takács Katalin és Zsoldos István. Hetényi Verbungot táncol Krausz Ádám, Szilágyi Máté és Múlt Ádám. Csillagri követi Haraszti Borbálától és Katona Bálintól, valamint Krausz Piroskától és Donovál Mártontól, majd bukovinai Verbunk jön Donovál Márton előadásával. Thank you.
szerkesztői táncokat láthatnak Szalóki Dorina és Mészáros Dávid előadásában. Felkészítőik Németh Csilla és Kirch Zoltán. Nélkül egy együttese állja meg a helyét. Szerencsénkre lelkes, táncolni szerető ifjakkal vagyunk körülvéve, akikből jó táncost faragni, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Ilyen csoportunk az előképző második évfolyamában járó gyermekek, akiknek az idejében hosszú hetényi játékokból készített összeállítást Németh Csilla és Kirch Zoltán.
Év 52 hetét jelölő 52 virág. Számuknál már csak a lelkesedésük nagyobb. Reméljük még sokszor 52 hetet táncolnak közös örömünkre. Ormánsági játékokból és táncokból készült nekik koreográfia, mellyel a Baranya megyei Gyermeknéptánc Fesztiválon külön díjasok lettek. Műsoruk címe Bolond, aki nem örül. Készítette Németh Csilla és Kir Zoltán. Fesz, sétálok, szemlőtányok, semmet gombolító, tojás vízbe, ha most
szeptemberben összevonásra került a kamaracsoport a Nagy Pöndőjjel, a legénykorba ért fiatalok bekerültek a Pöndői fiúkarába. Két mezőségi falu táncanyagával foglalkoztak. Ördöngős füzes magyar és román és mezőszokó románságának különleges ritmusú táncait tanulták. Ez utóbbiból készült produkciót láthatják most. Következzen a Pöndői fiúkara mezőszopori román férfi táncokkal. A koreográfiát készítette Kirs Zoltán!
következő gyermekcsapattal remélhetőleg a televízió képernyőjén is találkozhatnak majd az ősszel. A pici pöndő ugyanis bejutott a felszállott a pára Szexárdon rendezett válogatójába, ahol nagyon ügyesen szerepeltek, nem különben Hegedűs Luca cimbalommal és Kirch Boruka énekkel. Következzen a pici pöndői magyar egregyi tréfás lakodalma, koreografálta Németh Csilla és Kirch Zoltán. Ah!
Táncol, zenél, az egy olyan kerek világban találja magát, ahol egészséges felnőtté tud érni, és ezen keresztül tudja a világot szebbé tenni. A bőségről, egészségről, egységről szól a gömböri mondoga kezdősora, melyik a következő csoport összeállításának a címe is. Jöjjön az egy üveg alma, összeállította Németh Csilla és Hír Zoltán. Hello.
téves tavasz fordulóját a PPTL csoport segítségével. A farsangi időszak a régiek életében a duhajkodás ideje volt. Bár ez az időszak már elmúlt, mégis hagyjuk magunkat kicsi a didergő télbe vinni néhány perc erejéig, és jutalmazzuk a maszkásokat legalább egy kis tapsal, már csak annak okán is, hogy a csoport elismerő díjat kapott a Baranya megyei gyermeknéptánc találkozón. Következzen a pipitéres táncosok Hop-Hop Farsang című koreográfiája, készítette Kirs Zoltán és Néven Csilla. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabadon! Szabadon köszönteni! Hívjon meg darkodalomba, hop, hop, baj!
A régi ember még tudott ünnepelni. Ünnep alkalmával a föld az éggel összeér, és lelkünk Istenhez emelkedik. A visszatérő ünnepnek olyan tartalma van, amit Isten rendelt, és mi résztvevők, nézők, segítők élhetünk meg. Ahogy a kerek egy esztendő, úgy a mi műsorunk is közeledik a végéhez. A legnagyobbak veszik birtokba a színpadot, akik egy székelyföldi falu pálpatak a mulatságába visznek el minket. Eme bárban a táncokon kívül megjelennek azok a játékok is, amelyekkel párkerestek egymásnak a fiatalok, a felnőttek védőszárnyai alatt. Nyomon követhető az idősebb táncosok féltő, gardírozó jelenléte, ami irányt, utat mutatott a fiatalabb nemzedéknek. Tehát, cicafogott egeret a nagyköndő előadásában, koreográfusok, Német Csilla, Potpánc Bea és Kir Zoltán. A mai este a Vöröskezes Banda és a Pöngő zenészei adták a talpa alá valót, úgy mint Radák Laci és Simon Kisi egyedül. Nincs, hogy nem mondom, Newsly Levente, Brácsa! Deráki Devesz Péter, Bőgő! Deráki Marci, Tárogató! És egyből, de nem utolsó sorban, a legkevésbé sem, Jankó Balázs, Harmonika és Brácsa! Remélem, nagyon jól kezdték magunkat. Találkozunk jövőre, köszönöm megtisztelő figyelmüket, készcsókom, a viszontlátás!
Yeah.